felül napba nézek, vonzd el a szív, olvad már a szárnyam, s a fénye megvakít. Épp eleget láttam, kit vágy, ami szép, a festék alatt mindig hazug volt a kép. Álmaimban otthon járok, ismerős a táj. Nem számít a távolság, és nem számít a fáj. Nem számít a búcsú sem, s hogy miért gondolok rá. Igen, valahogy így van. Otthon az, ahova hazatérsz. Ahol valaki vár este. Ahol ismered a falkopásait, a szőnyek foltjait, a bútorok apró nyikorgásait. Ahol úgy fekszel le az ágyba, hogy nem csak alszol, hanem pihensz. Nem csak pihensz, hanem kipihened magad. Kipihened az életet, az embereket, mindent. Ahol otthon vagy, az az otthon. Nem kell hozzá sok, elég egy szoba. Ha 10 vagytok benne, az se baj. Ha mind a 11-ek vagytok ebben, hogy hazatértek, amikor este hazatértek. Nem kell hozzá sok, csak egy szoba és egy érzés. Egy egészen egyszerű állati érzés, hogy ma itt élek. Van egy ágy, ahol alszom, egy szék, amire leülök, és egy kályha, ami meleget ad. És hogy ebben a körülöttem lévő széles, nagy és furcsa világban ez a hely nem idegen, és ma az enyém. Jól érzem magam benne, ha kinézek az ablakon, és kint esik az eső, vagy süvölt a szél. És ha este ide bejövök, megrelem azokat, akik hozzám tartoznak. Ez az otthon. Mindenkinek módja van hozzá. Egy szűk padlásszoba is lehet otthon, egy pince is. Még egy gajakból összetákolt sátor is otthon lehet, ha az ember önmagából is hozzáad valamit. Elég egy szál virág, amit az út szélén találtál, egy fénykép, amit éveken keresztül hordoztál a zsebedben, egy könyv az asztalon, egy ébresztő óra. Mit tudom én, 1000 apró kacat ragad az emberhez útközben. A fontos az, hogy érezd. Jobbra és balra tőled áll a világ, a maga szépségeivel és a maga csúnyaságaival. Süt a nap, esik az eső, szelek járnak, és felhők futnak a széllel. Vannak virágok, és fák, és patakok, és emberek. Valahol mindezek mögött van az Isten, és ő igazítja a virágokat, a fákat, a patakokat, és az emberek közül azokat, akik neki engedelmeskednek. És mindezeknek a közepén itt ülsz te, egy széken, egy asztal előtt. És ez a szék, és ez az asztal ma a tied. Ma ez a fontos. És körülötted szép rendben a többi. A virágok, a fák, a felhők, Isten bölcsessége, és az emberek kedves bolgaságai. Ma mind a tieid. És jól van ez így. Hiszen ez ember úgyis olyan keveset él. És az is jó, hogy ilyen keveset él. Ha ezt érezni tudod, nem vagy otthon talán a világon. Thank you.
Hűs árnyékod, oly igen jó nekem, olvad szívem, új reményre lel. Valamikor gyermek fejjel, régen ábrándoztam, árnyad most felel. Lelkem tüzét oltott a sok bánat, elfogott a kétség, rémület. Tehetetlen düvel ejtett vádat, tehetetlen régi érzület. Alattad most visszatér az élet, zokogásom enyhül, elmarad. Itthon vagyok, megnyugszik a lélek, fejet hajtok lomsátrad alatt. Jó nékem itt, betakar a hűs lomb, új szíved és új ritmus dobog. Szemem előtt nincs akadály, nincs domb. A múlt nem a tied, csak az utána vonuló árnyék. A jövő nem a tied, csak az elébed vetődő sugara. Az óra a tied, csupán az óra, amelyben élsz. Ne siess ki belőle. Árnyékok mélyén, az időknek végén, egy árnyék egy naplót vezet. Dátumok, számok és tények és álmok, ennyivé lesz mindened. Sokoldalú, szerény, tehetséges. Öröm, gyerekek, büszkeség.
szín, Z-generáció, tűz. Következő percekben a végzős évfolyamok képviselői egy-egy csokor virággal köszönik meg az elmúlt évek munkáját osztályfőnökeiknek és az iskola vezetőinek. Thank you.
kap Brabanti Kristóf. Antal Ágnes. Zelenák Anna Júlia. Bozó Bálint Vid. Lőrinc Emese Ágnes. Taskó Lilla. Bojki Dániel. Petra Tamara. Kálmán Krisztina. Szaller Márk. Szilágyi Dóra. Varga Renáta. Béres Benedek. Újvári Réka. Félegyházi Fanni Kata. Garajszki Gábor. Boglár Boglárka. Garajszki Gréta. Mráz Zsolt Dániel. Lezák Anna Tünde. Tóth Krisztina. Fülöp Levente. Józsa Lili Letícia.
Radnai Réka, Balog Gábor András, Schurman Lili, Lang Erzsébet Bernadett, Balog Ádám, Gavló Dóra, Szendrei Balázs, Hajdu Villő, Kapcsos Nándor, Szalagot kap Márki Adéla Andrea.
Németh Renáta. Barta Dávid. Szabó Patrik. Kökény Judit Fanni. Mészáros Viktória. Kölesz Dorina. Svébis Laura. Serfel Sára. Fajt Milán. Kaldenekker Dóra. Váradi Bence. Fábián Eszter. Zsíros Bence. Halász Fanni. Faldina Lénárd. Kanyik András. Káposztás Viktória. Körömi Petra. Svébis Daniella. Szabados Szabolcs. Erdész Áron András. Surman Zoltán. Katona Fruzsina. Bukovszki Katalin. Nagy Simonetta Roxana. Bukovszki József.
Petrányi József. Sáska Gábor. Varga Kristóf. Talapka Roland. Proksa Levente. Sáska Gergely. És Farkas Csaba. Szallagot kap Brutter Schmidt Balázs. Barsi Dóra. Laurinyec Balázs. Farkas Hanna. Szalontai Milán Márk.
Kun Enikő. Petrányi Dénes. Gebura Lilla Mária. Garajszki Norbert. Menyhárd Dóra. Nagy Cintia. Garajszki Ádám. Kövesdi Petra. Kereskényi Livina. Furi Szabolcs Ferenc. Dubsi Kitti. Tar Petra. Jarábik Benjamin Márk. Svájer Orsika. Katona Alex. Bodnár Evelin. Trap Viktor. Rufán Henrietta Brigitta. Farkas Klaudia. Veszprémi Stefán. Zelovics Andrea. Szerencsés Cynthia. Radácsi Kristóf. Molnár Regina. Medve Dominik.
Misek Beáta, Jurácsik Róbert, Kuli Dorka Gréta, Váci Balázs, a 2017-18-as évfolyam végzőseinek nevében köszöntöm kedves vendégeinket, tanárainkat, rokonainkat, szüleinket, barátainkat. Azt hiszem, 100 végzős társam nevében mondhatom, hogy az izgalom, a boldogság, a büszkeség és a meghatottság érzései kavarognak most bennünk. A szalag, amelyet ma megkaptunk, kezdet és vég egyben. A felnőtté válás hivatalos kezdetét jelképezi, ezért büszkén viseljük, ugyanakkor a gimnáziumi évek elmúlását is szimbolizálja, utóbbi megható és kissé elszomorító érzés. Az elmúlt években életünk egyik legfontosabb szakaszát töltöttük a gimnázium falai között, és töltjük még néhány hónapig. A felnőtté válásunk útja volt ez. Ez idő alatt ismertük meg, milyen a barátság, milyen egy közösség részének lenni, ahová rengeteg közös élmény és közös munka köt, és ebből a tapasztalatból még sokat meríthetünk a későbbiekben. Remélem, a gimis évek alatt mindenki talált itt egy-két életre szóló barátságot. Megkomolyodtunk, már aki. Gyerekekből majdnem felnőttekké váltunk. Azt hiszem, jellemünk kialakulásában tanárainknak is nagy szerepe volt, hiszen időnk nagy részét az iskolában töltöttük. Ezúton is szeretném megköszönni nekik áldozatos munkájukat, azt, hogy mindig bizalommal fordulhattunk hozzájuk, bármi bajunk volt. Emberségesek voltak, tudásuk legjavát nyújtva próbálták velünk megkedveltetni szeretett tantárgyukat, illetve azt is köszönöm, hogy most itt ülnek a közönség soraiban, és velünk együtt izgulnak az osztálytáncok és a keringő sikeréért. Azt gondolom, nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy mindenkinek lesz valami életre szóló emléke ebből az időszakból. A gólyatábor, gólyabálok, karácsonyi vásárok, farsangok, osztályéneklési versenyek, sportéjszakák, diáknapok, osztálykirándulások, kóruspróbák, vagy az István a király előadás. Egymás számára ismeretlenként érkeztünk 4, 5 vagy 8 évvel ezelőtt, majd barátságok szövődtek, és most összekovácsolódott közösségek tagjai vagyunk rengeteg emlékkel. A 12. A osztály tagjai, köztük én is, az osztály legkedvesebb emlékei között említették, hogy szerintük az osztály egyik legösszefogóbb tagja a Bojki Dani. Vagy hogy annyira kreatívak vagyunk, hogy amióta az osztályfőnök nem díszíti ki a termet, ezt senki sem tette meg.
Viszont ezt kompenzáljuk az előnyösebbnél előnyösebb háttérképekkel az osztály számítógépén. Azt is megemlítették ugyan, hogy az évek alatt már-már úgy nézett egyikünk a másikra, mintha az apja lenne. Ugye, Szaller? De a legkedvesebb élményünk talán akkor volt, mikor Olaszországban a napfelkeltét nézve rájöttünk, hogy milyen összekovácsolódott osztály lettünk. Mikor a 12. E-osztályt kértem, meséljenek magukról, a következőt mondták. Rengeteg boldog élményben volt részünk a kötelező iskolai rendezvények által. Sok kiránduláson vehettünk részt, vonatos és osztálykiránduláson, Sopronban, Győrben, Esztergomban, és még sorolhatnánk. De talán a legmaradandóbb emlékeink közé tanáraink szeretettel teljes mondatai tartoznak. Ilyen például a tanuljatok, hogy legyen nyugdíjam. Tudja a hetes, hogy hetes? A szavak 80%-át már tudod, és végül a szemtelenkedhetsz, de az érettségid én javítom. A 12. B-osztály pedig szívesen emlékezett vissza arra, hogy kezdetben nehezen nyíltak meg egymásnak, de Pali bácsi, az osztályprogramok és a farsangok segítségével mára-már egy nagyjából összecsiszolódott osztályként vannak jelen. Azonban veszekedések is színesítették az éveiket, mivel nem volt mindegy, hogy ki hol ül. Az ablak mellett, vagy távol tőle. Évelején még azt gondolták, hogy hátul a legkönnyebb puskázni, de idővel rájöttek, hogy igazából bárhol lehet. A két legjobb osztályprogramjuk a paintball és a lézerharc volt, ahol kiadhatták egymás iránti dühüket, feszültségüket és szeretetüket. Ezek az emlékek árulkodnak arról, hogy mind a három osztály maradandó élményekkel gazdagodott. Szerencsére van még pár hónapunk, mielőtt elballagnánk, és remélem lesz még lehetőségünk egy pár felejthetetlen és kellemes pillanatot szerezni egymásnak és a tanárainknak. Ezután egy számunkra még ismeretlen világba lépünk, ahol hiányozni fognak a folyosón hozzánk vágott bókok, vagy egy jól ismert tanár sokat mondó mosolya. Bízom abban, hogy lesz elég kitartásunk ahhoz, hogy elérjük céljainkat, és büszkék legyenek ránk szüleink, barátaink és tanáraink. Hiszen nélkülük nem juthattunk volna el idáig. Nagyon izgalmas 4, 5 vagy 8 év volt ez. Rengeteg élménnyel gazdagodtunk, és bárhová sodor is minket az élet, mindig jó szívvel emlékezünk majd vissza, és mindig büszkék leszünk rá, hogy a Dabasi Táncsics Gimi diákjai voltunk. Köszönöm, hogy meghallgattak. A világ egyik legnehezebb műfaja az, amikor valaki elé odaállsz, és 3 mondatban mondasz neki köszönetet. Ez a világ legnehezebb műfaja. Olyan szép köszönetet mondtál nekem, hogy ezt most szeretném külön is megköszönni. Amikor kedves vendégeinket fogadtam itt a szalagavató megkezdésére várva, és nagyon-nagyon sok kedves régi baráttal, ismerőssel, szülővel, diákkal tudtam kezet fogni, akkor eszembe jutott az idei vonatos kirándulásunk. 400 tanulóval mentünk Szegedre, és az 5-esek vagonjába időnként belátogattam, és föltettem nekik ezt a zavarbejtő kérdést, hogy figyelj, mindenki eljött, aki itt van? Nagyon nagy csend fogadta ezt a kérdést, hosszasan gondolkodtak a válaszon, és aztán nagy nehezen azt mondták, hogy igen. Szóval mindenki eljött, aki itt van? Igen. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves szülők, kedves diákok, tisztelt kollégáim, nagy tisztelettel köszöntöm mindannyiukat itt a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium szalagavatóján. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm dr. Hutkáni Molnár Mónika tankerületigazgató asszonyt, a Monori tankerület vezetőjét, Barany Béla kirendeltségvezető urat és minden külön meghívott vendégünket. Az első gondolatom, amikor a mai estére készültem, az volt, hogy mivel is tudnám önöket, benneteket, mindenkit megajándékozni, és először Charles Dickens jutott az eszembe, akinek volt egy nagyon szuper ajándéka a hallgatóságához. Egyszer fölkérték őt egy beszéd megtartására, és hozzátették, hogy hát tisztelettel felkérjük őt egy beszéd megtartására, de ügyeljen rá, hogy ne legyen hosszú.
Hát Dickens úgy fogadta meg ezt a tanácsot, hogy a mikrofonhoz lépett, és a következőt mondta. Arra kértek, hogy beszéljek, de ne mondjak semmit. Nem esik nehezemre teljesíteni ezt a kérést. És ezen leült. Gondoltam, hogy ha én hasonló meglepetéssel készülök, akkor a hallgatóság ennek örülni fog. Tehát szerencsére én nem kaptam ilyen kérést, hogy beszéljek, de ne mondjak semmit. Ezért kénytelen vagyok, de nagy örömmel megteszem, hogy köszöntöm Önöket, és külön köszöntöm azokat, akiket most itt ünneplünk. A 12. A osztály, a 12. B osztály, és a 12. E osztály diákjait. Amikor reggel idejöttem, és beszélgettünk arról, hogy milyen gyorsan telik az idő, akkor eszembe jutott egy régi történetem arról, hogy valamelyik indián törzs hosszasan ballagott a prérin, egy hosszú vándorút elején tartott, és megállt mellette egy autó, valamikor az 1880-as évek végén. És nagy nehezen meggyőzték ezt az indián törzsőt arról, hogy üljön be az autóba, és ne gyalog folytassa az utat. Szédületes sebességgel szágoldott ez az autó akkor, 16 km/h sebességgel. Elvitte őt a végcéljához. Az indián törzső kiszállt az autóból, és leült az út szélére. És megkérdezték tőle, hogy mit csinálsz? És erre az volt a válasz, hogy várom, hogy utolérjen a lelkem. Tanámnővel beszélgettünk erről ma reggel, hogy milyen gyorsan telik az idő. Szinte föl se tudjuk fogni azt, hogy alig kezdtük el a készületeket erre a szalagavatóra, alig indultak el a táncpróbák, alig egyeztettünk arról, hogy ki, mikor és hol próbáljon, és már itt tartunk november 10-én ennek a szép ünnepségnek a kellős közepén. De szerencsére, hogy itt tartunk, hiszen az ünnep arra való, hogy megvárjuk azt, hogy utolérjen a lelkünk. És ezt a nagyon szép műsort nézve, és a kedves diákjaim arcát látva, én úgy érzem, hogy ez megadatott nekünk, hogy bizony utolért minket a lelkünk, és ilyen formán tudunk ma együtt örülni, és együtt ünnepelni veletek. De tudunk azért is együtt ünnepelni és örülni veletek, mert megkérdeztünk tőletek, hogy mit gondoltok ti az otthonról. Mi jut eszetekbe azt a szót hallva, hogy otthon? Régi csel ez, bevált csel, megírják az igazgató beszédét a diákok. Hogy mondjam el, hogy mit írtatok, hogy számotokra mit jelent az otthon. Hiszen a gondolataitok ti magatok vagytok. Amikor átnéztem ott az asztalon levő írományokat, hogy kinek mit jelent az otthon, akkor egy különleges felfedezésben is részesültem. Fölfedeztem, hogy most már évek óta 100 diák érettségizik és szalagavatózik, és a 100 diákban 3 figura ismétlődik. Mindig van egy futballrajongó, mindig van egy üzletember, és mindig van egy optimista aranyifjú. A futballrajongó azt írta föl a papírra az otthonnal kapcsolatban egy idegen szót, hogy Carpathian Brigade. Nem tudtam, mit jelent ez a szó, azt se tudom, ki írta föl, de megnéztem. Azt találtam, hogy ez a magyar ultrák csoportja, akik járnak a magyar futballválogatottal szurkolni a világba. Nagyon remélem, hogy a tegnapi mérkőzés nem vette el a kedvét annak a szalagavatótól, akinek az otthonról ez a szó jutott az eszébe. Remélem, nem akar az érettség előtt még diszidálni. Az üzletember egy vérbeli ingatlan spekuláns. Mit jelent az otthon? 40 millió alatt semmit. Aranyifjúból, örökifjúból vagy hölgyből többet is találtam, 2 idézek. Mi az otthon? Ház. Zárójelbe fűtve. Vagy? Mi az otthon? Ingyen wifi. Az egyik legkedvesebb tanítványom a írományok tükrében
az egy igazi Dickens rokon. Miért mondom ezt? Dickensről köztudomásul volt, hogy nagyon rossz nyelvérzéke volt. Ezért mondta magáról azt, hogy valahányszor franciául szólalok meg, szinte soha nem néznek franciának, legfeljebb a lovak. Na, mi jutott eszébe a Dickens rokonnak az otthonról? Ahol nincs német. Aztán egy új tudással is gyarapodtam. Én nagyon sokáig, mondhatni ezt a mostani pillanatig, azt gondoltam, hogy az iskola olyan, mint az otthon. Azaz, az iskola egyenlő otthon. Amikor elolvastam azt, hogy ki mit gondol az otthonról, akkor ez a hitem megdőlt. Figyelj, otthon. Feltétel nélküli szeretet a kutyámtól. Elfogyhatatlan mennyiségű kaja, jó minőségű internet kapcsolat, meleg puha ágyikó, hangos zene. No, mindebből legfeljebb a hangos zene van a gimnáziumban. De azért a végére tette a komolyat is, mert azt írta oda, hogy a haza vagy az otthon az a biztonság és a család. És akkor itt térnék le erre az útról, a komolyság útjára, hiszen nagyon sokan azt írtátok, ami számomra is az otthont jelenti, és ez egy bölcs és fontos tapasztalat az életben. Hogy az otthon minden, ami az életnek a legfontosabb kelléke. Az otthon a hit, a remény, a szeretet, a család, a szülők, a testvérek. A pozitivitásom forrása, írta egy filozófus önök közül. Mit jelent az otthon? Mindent. Vagy törődést, megnyugvást, szeretetet, békét, egy szóval mindent, vagy aki vastagon kihúzva és kémelve így írta és így fogalmazta, ahol tárt karokkal várnak rám. Igen, az otthon ez ez. És az otthon az az, ahol tárt karokkal várnak benneteket az érettségi után is. Nekem ez a szalagavató és ez a mostani ünnep két fontos fogalmat juttat még eszembe. Az egyik az, hogy visszafordíthatatlan, a másik meg a hűség. Úgy látom, hogy a ti helyzetetek talán nem reménytelen, de visszafordíthatatlan. És reméljük, nem is lesz reménytelen, ezt majd az érettség után megbeszéljük. De mitől visszafordíthatatlan? Hát ezt láttátok a műsorban. Onnan, hogy az életetek elindult valahonnan, és az életünk ilyen, hogy valahonnan valamilyen irányba tart. Elindult valami. Megint csak tanárnőre utalok, hogy amikor benneteket köszöntöttünk itt a mai próbán, azt mondta tanárnő, hogy amikor fölálltunk oda, középre, és fölcsendült a zene, akkor éreztem igazán, hogy valami elkezdődött. Én pontosítom és kiegészítem ezt a gondolatot. Nem elkezdődött valami, hanem most látjuk, hogy benne vagyunk a közepén. Visszavonhatatlanul benne vagyunk abban a helyzetben és abban az állapotban, hogy tőletek most már elköszönünk. A másik gondolatom az a hűség. Rajtatok láttam, amikor próbáltatok és táncoltatok a mai napon. A hűség nagyon sok mindent jelent, és nagyon sok mindenhez kapcsolódik. Hűség az, amikor mellettem áll valaki, belé karolok, egy körben állok vele és együtt táncolok. A mellettem álló tudja, hogy én azért állok ott, és azért figyelek, hogy ne rontsam el a közös örömöt. A hűség az élet összetartó eleme. Ahol nincs hűség, ott nincs élet. Ahol a hűség nincs erőként jelen, ott minden szétmálik és szétbomlik. Én történelmet tanítok a gimnáziumban, és nagyon szeretem idézni az angol királynőnek a nagyon szép gondolatát 1940-ből, amikor bombázták a németek Londont, és megkérdezték tőle, hogy miért nem megy el a családjával a porig rombolt városból. És az angol királynő azt válaszolta, hogy a gyerekek nem mehetnek nélkülem, én nem mehetek a férjem nélkül, a király nem mehet a népe nélkül. Értik? Így kapcsolódnak egybe a hűségek. És ott, ahol van hűség, ott van otthon is.
És azt kívánom önöknek, azt kívánom nektek, hogy úgy, ahogy kívánjátok magatoknak a nyugalmat, a békét, a melegséget, a szeretetet, a tárt karokat, az otthont, úgy kapjátok is ezt meg az életben. Ezért dolgozni kell. Hűnek kell lenni. A hűségtől nem kell félni, mert a hűség vértezett. Bizonyára ismeritek azt a verset, azt a vers részletet, hogy bebújtattál engemet talpig nehéz hűségbe. Igen, a hűség az páncéd. Azért van, hogy bennünket megvédjem. És így lesz otthonunk. És szervezkedés van az aktuális végzősök háta mögött. Kiválasztottuk a legjobb táncokat, és ezer meg ezer ötletünk volt arra, hogy milyen lesz majd a mi táncunk, ha eljön az ideje. Ahogy teltek az évek, egyre kreatívabbak lettünk. Azonban egyszer hirtelen azon kaptuk magunkat, hogy az utolsó előtti évünk végét tapossuk, tánctanárunk már van, és a rengeteg korábbi ötlet közül szerencsére egyre sem emlékeztünk. Tehát a nulláról indultunk újra, és elkezdtük érezni, hogy ez az egész szalagavató szervezés nem is annyira egyszerű, mint elképzeltük. Volt pár egészen extrém ötletünk is. Például azt gondoltuk, hatásos belépő lenne, ha az osztály egy Toyota Hilux platóján a hátsó bejáraton keresztül érkezne meg. Kiderült az is, hogy a lányok a felmerülő konfliktusokat sokkal drámaiabban élik meg, mint a fiúk. Mi hetekig tudtunk veszekedni például a ruhadarabok hosszán. A fiúknál egyetlen kérdés merült fel, az ingük színe. Ez körülbelül 30 másodperc alatt sikerült is megoldaniuk. Természetesen a problémáinkkal nem maradtunk egyedül. Szeretnék megköszönni a segítséget osztályfőnökünknek, Horváth Barbarának, és persze a tánctanárunknak, Hende Máténak, aki 2 hónap alatt 3 osztálynak 4 féle táncot tanított meg, és akkor is türelmes volt velünk, amikor ez szinte lehetetlennek bizonyult, hogy nem emlékeztünk az előző ötletekre. Hiszen a táncunk egyedi, remélhetőleg szórakoztató, de most sem vettük magunkat túl komolyan. Persze ilyenkor az sem árt, ha az embernek van egy csodálatos osztálya, és ez nálunk adott volt. Fogadjanak minket nagyon sok szeretettel. Thank you.
who's the bottom of my job business? Hey, Mr. Police. When we step into the place, and better believe that you can see, we're gonna rock and never stop it. Here we go again, hit you with the flow again. Pick it up the second time around, we bring it on again. Shout it out, buddy, you're a boy. Make a big noise, playing in the street. Gonna be a big man someday. You got blood on your face, come on. You're big disgrace. Kicking your can all over the place. Sing it. We will rock you. Something get you in the mood, know what I mean? Watch your back, we got Queen on this track. Bring the feedback and let it drop. As long as five, bring the funk, Queen, bring the rock, and it don't stop. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face, you big disgrace. Yeah. Waving your banner all over the place. Baby.
Jó estét kívánok! Ez itt a hírek. A mai nap eseményei. A Táncsics Mihály Gimnázium szalagavatót tart a Dabasi Obó Arénában a végzősök számára. A 12. E-osztály produkcióval készült. Hallgassuk meg az osztálybeszédet, amit élőben közvetít kollégánk. Tisztelt szülők, vendégeink, tanáraink! Nagy örömünkre szolgál, hogy elfogadták meghívásunkat a szalagavató ünnepségünkre. Nem is tudom, hol kezdjem a beszédet. Nehéz szavakba foglalni osztályunk történetét néhány mondatban. Az elmúlt 5 évben rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagodtunk, ami hozzájárult ahhoz, hogy most itt állhatunk. Ezzel az osztálytánccal szeretnénk megmutatni színes és bohókás egyéniségünket. Műsorunkról annyit, szeptemberre sikerült kiválasztanunk a témát. Arra gondoltunk, ki nem szeret tévét nézni. Bármilyen lehet az osztályunk, színes, mint az esernyő, aranyos, mint az esti mese elalvás előtt. De nem hagyhattuk ki a 90-es éveket sem a produkciónkból. Hiszen akkoriban melyik lány nem rajongott a Backstreet Boysért? A felkészülés nem volt egyszerű. Köszönet Hende Máté türelméért, amiért elnézte állandó késésünket. Ilyenkor mosolyogva mindig csak annyit mondott, ki lesztek rúgva. Táncpróbákon számunkra a legnehezebb a kezünk és lábunk összehangolása volt. Köszönet Máténak azért is, hogy megtanította, melyik a jobb és bal oldalunk. Mindig arra biztatott minket az ő szavaival élve, fekanikgába toljátok. Külön köszönet osztályfőnökünknek kitartó türelméért és támogatásáért. Tudjuk, nem könnyű néha az osztályunkkal, de ön igyekszik mindig kedvünkre tenni. A potya ötös önnek is jár. Reméljük, értékes perceket tudtunk varázsolni közönségünk számára ezzel a műsorral. Végezetül annyit, 1100 dolgunk van, úgyhogy ha fogadják sok szeretettel a 12. E-osztálytáncát. És most következzék időjárás jelentésünk. Szorványos felhőzet van kialakulóban, este eső várható, ezért ha tehetik, esernyővel induljanak el otthonról. Egyéb híreink, New Yorkban a helyi kisebbség tüntetéseket szervezett, ezzel a felvonulással szeretnék felhívni a kormány figyelmét és kihívni jogaikat. Ma este végre élő adásban közvetítik a régen várt Shrek című musicalt. Aki szeretné látni a színművet, online is megtekintheti, az élő adásra minden jegy elkelt. Pécsen retro napot tartottak a helyi lakosok, az üzletek, az áruházak, az éttermek a mai nap csak a 90-es évek legismertebb zenéit játszották le. Este retro koncerteken és élő adásokon lehet részt venni. Ezek voltak a nap hírei, jó szórakozást és kikapcsolódást kívánok az est további részében. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. Watch it fall slowly.
still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee. Getting so cold, I'm not blinking. What in the world was I thinking? New day, new money to be made. There is nothing to explain. I'm a fucking black beetle, cream seats in the Regal rocking giant. She thinks she love me, I think she trolling. That girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee. Two girls look like strippers in their real clothes. A broke hoe can only point me to a rich hoe. A yellow bitch with green hair, a real weirdo. You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ. Judging by the hole in the satellite picture, the ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get. Rock your body.
Kedves tanáraim, diáktársaim, tisztelt igazgató úr, kedves megjelent vendégek! Most a szokásosnak megfelelően egy csöpögős, köszönetmondással teli beszédet várnak tőlünk. És ettől már csak azért sem célszerű eltérnünk, mert le szeretnénk érettségizni. Sajnos semmi éppelméjű és szirupos nem jutott eszünkbe, ezért lenyomtunk két felest, mielőtt elkezdtük megírni. Én hármat. Úgyhogy most vágjunk is bele. Elérkeztünk ehhez a csodás estéhez, a szalagavatónk estéjéhez, amit már gólyakorunk óta várunk. Szerencsére azon ritka osztályok közé tartozunk, ahol nem voltak nagyobb viták a tánc és a hozzáillő ruha kiválasztásában. Persze, hiszen nálunk demokratikus diktatúra van, mert minden közösen szavazunk meg, de mégis a lányok és az ófő döntenek. A táncunk témája a 60-as évek megjelenítése, amit tánctanárunk Hende Máté segítségével valósítottunk meg. Produkciónkban szeretnénk megjeleníteni az elmúlt 4 évünket, ahogyan Pali bácsi próbált minket a helyes úton tartani komolysággal, azonban mindig ott volt mögötte a lazaság és a humor. A próbáink kezdetben nehézkesen indultak, mivel nem mindig sikerült elkapnunk a ritmust, és néhányunknak nehézére esett megjelenni a próbákon. Azonban a végére ez megváltozott, és izgatottan vártuk, hogy újra és újra elpróbálhassuk a táncunkat, majd ma este bemutathassuk önöknek. Köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, aki hozzájárult, hogy megvalósíthassuk az ötleteinket. Elsősorban köszönjük Máténak a kitartó munkáját, aki végén a... aki végig azon volt, hogy a fiókból derék katonákat, a lányokból pedig igazi, fiatal hölgyeket varázsoljon. A legnagyobb köszönet mégis az osztályfőnökünknek jár, hiszen nélküle nem jutottunk volna el ilyen könnyen a szalagavatónkig. Igaz, most jön még csak a neheze, de az biztos, hogy ő már jelesre vizsgázott, mint osztályfőnök. Köszönjük, hogy meghallgattak minket. Most pedig fogadják sok szeretettel a 12. B-osztály műsorát. Jó szórakozást kívánunk! Szakasz! Futás! Vigyázz! Tisztelek! Pihenj! Barta! Dugó volt a retyón! Dugja már azt a WC-papírt a fenekéből! Váradi, zárja már be a húsboltot, valami megdöglött! Zsíros. Az igen. Jár konditerembe, de bejáraton túl nem jutott. Nyomjon le 10 fekvőt. Proksa. Mi az a bozont a fején? Kanyik, hozza ide azt a borotvát. Megoldjuk. Nyomjon előtte 10 fekvőt. Nagyon gyorsan. Erdész. Maga szemezik velem? Tetszem? Rossz ajtón kopogtat. Na nyomjon le 10 fekvőt. Uraim! Hát a nagyanyám szebben csinálja ezeket a fekvőket. Na próbáljuk meg egyszerre. Gyakorlat rajta.
Ha vannak bajok, remélem az asszonyokat otthon jobban megdolgozzák, mint hogy ez a fekvő támas sikeredett. Na hátra arc! Szabad az eltáv! I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. Na uraim, jó volt a csajokkal? Látom, Kanyik, nagyon aktívan telt az eltáv. Remélem aktivitása a gyakorlópályán sem fog lankadni. Na balra át! Szabó! A másik bal. Na futás! Friendship never ends. If you wanna be my lover,
we got M in the place who likes it in your face. You got G like MC who likes it on a easy V. You doesn't come for free. She's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and wine it all around. Slam your body down and wine it all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover. Thank you.